Start, elindult, át a 2024-es gróf Széchenyi István emlékverseny, és The Little Tiazaki. aki Uh, nem is picit na, késik a startnál, de hát azért nem volt itt tökéletes az intás, és az első néhány méter Different Illusion esetében sem, az ő szerencsük azért, hogy 2000 méter a illetve, hogy az ére került Lady Lilibet azért egyelőre nem diktál komolyabb tempót, úgyhogy a két gyengében kezdő kanca is könnyűszerrel tud csatlakozni a boly végéhez, sőt, akár még fel is tudnak alopozni majd az ére, hogyha persze van erre szándék. Lady Lilibet egyelőre hagyják, hadd diktája uh, diktálja ezt a közepén, tempót, másfél-két osszal mögötte jön a másik két három éves esélyes, Vámpadi Bokka is ráadás, Zsizel zárkózik egyre fője, Popisid, Regina, aztán következik Frangipáni, Different Illusion, valamint az zárkózó The Little T. Együtt most már a mezőny, és lassacskán most már azt lehet majd egy fél érnek. Pici gyorsul az iram, és ez elsősorban talán Vámpadi Bokkának köszönhető, aki felgalopozott Lady Lőbetrás mellé, sőt úgy tűnik, hogy az ezres érve talán át is vette tőle most már a vezetést. Vámpadi Bokka és Ipap Kozma István az élen, ő fordul elsőként az újabb kanyarra, mögötte Lady Lilbetrás kívülről Zsizel, Rádás és Popisid Regina mellett kívül Delitüti próbálkodik, Frangi Pánit lovagolni kell, és egyelőre a Different Illusion csak a sor végén, némi meglepetése, de nincs egyáltalán kiszakadva. Az utolsó 600-hoz érve. Vámpadi Bokka még mindig vezet egy hosszal. Kézből jön egyelőre mögötte Lady Dilibert és most már kívülről óriási tempóban different illusion színe is feltűnnek. Nem hogy a vezetők mögött, hanem inkább lassan most már mellettük, előttük óriásit kerülve. Different illusion ott van Lady Dilibert illetve Vámpadi Bokka mellett. Zsizel megy egy kicsit vissza. Rádásnak van még egy jó momentuma. A többiek egészen hátul. Négy favorit egyelőre az első négy helyen. Középen Lady Dilibert illetve different illusion, de Rádás talán majd csak most fogja elindítani. Stanislav Georgiev. Rádás próbál kibújni, Different Illusion csatázik a győzelemért, Different Illusion vagy Rádás, Rádás az utolsó 50 méteren erősebb, Rádás most már vezet, és Rádás megnyeri az idei gróf Széchenyi István emlékversenyt. Rádás a győztes, mögötte Different Illusion lesz majd a második, a harmadik helyre érkezik, Lady Lilibet negyedik lesz Vampadi Bokka, a négy favoritról szól az idei kancanagydíj, közülük pedig Rádás a legerősebb Georgievvel.